magyarok, barátnők Brazíliában, São Paulóban. Szeretettel meghívom Önöket egy kötetlen baráti beszélgetés sorozatra, melyben megosztjuk tapasztalatainkat itteni életünkről, kultúrák közötti zsonglőrködésről. Beszélgetünk arról is, hogy mit szeretünk Brazíliában, mi hiányzik otthonról, hogyan próbálunk hűek maradni önmagunkhoz a két világ között. Saci 12 év itt tartózkodás után hazaköltözik, fontos munkásságot hagyva maga után. Gabi már nem kezdő, többször él Dél-Amerikában. Eszter még ki sem került az egyetemről, már volt egy munkája Brazíliában. Carmen hobbi által találta meg az érvényesüléshez vezető utat. Anita számára pedig kultúránk és anyanyelvünk iránti szeretete teremtett lehetőséget új hazájában. Talán ezek a beszélgetések kicsit közelebb hozzák számunkra is a két világot, mely között nem csak az Atlanti-óceán tátong. Gabi az első részben mesélt Brazíliával és a brazil kultúrával való első találkozásáról, arról, hogy milyen az itt élés élménye többszöri látogatás után, illetve beszélgetünk a São Paulo-i rohanó életstílusról és a jiu-jitsu-ról is. Szerinted miért érdemes itt, miért jó nekünk itt? Miért jó itt? Mi van itt, ami otthon nincs? És mi van otthon, ami itt nincs? Mert idő után úgyis hasonlítgatunk, nem? Persze, ugye nekem ez egy határozott idős történet, úgyhogy egy idő után nekem búcsút kell itteni az országra. Szóval ez tuti? Ez tuti. Aha. De az tőled is sok, hogy maradni van. Akarsz, vagy benni fogsz? Ha maradni akarok, akkor nekem ki kell ezekből a kötelékekből lépni. Jó, de mondjuk van a hivatalos kötelékek, meg van az, hogy mi a te vágyad, meg te. Persze. De van egy nyitott ajtó, egy lehetőség? Vannak lehetőségek. De te szeretnél? Mit gondolsz? Az is lehet, hogy 5 év, mikor lejár az 5 év, az mondja, hogy köszönöm szépen, ennyi volt. Tűnj, de most megyek. Csak 2 év a hát az 5-ből, úgy nagyon gyorsan telik az idő. Hogyha egy gyereket szeretnék vállalni, akkor nagyon át kell gondolni a következő lépéseket. Mi az, ami itt jobb, mi az, ami ott jobb? Mire jutunk? Mert igazából az élet az akkor lenne teljes, ha minden együtt lenne. Dolgok ott, dolgok itt. Imádom az időjárást. Kivéve a telet, amikor nagyon hideg van. Igen, ott azt a 2-3 hetet ki kell húzni. Imádom. Jó, ez egy picit több annál. Hát igen. Jó, de én egyébként már rájöttem, hogy ilyen nyafogós vagyok, mert most haza... Biztosak vagyok a hideggel kapcsolatban. Igen, mert amikor most hazamentem, mikor 2 vagy 3 éve voltunk otthon karácsonykor, mit összehisztisztem, hogy jaj, fel kell öltözni, és haza sok ruha, és jaj, és ízzalok, és jaj, és fázok, és itt van ez az őrbácsika, és most... Oi, tudo bem? Tudo bem? Beültünk az Ibirapuera Park vezetőségének épülete elé, akiknek be kellett volna mutatnom egy engedélyt a felvétel készítéséről. Én se engedélyről, se igazgatósági épületről nem tudtam. Így nem csoda, hogy felhívtuk az őrök figyelmét. Tá vendo aquele prédio branco ali? Sim, como azul, né? Ali é a secretaria. Tá bom. Quando vocês vierem... A gente ficou exatamente em frente da secretaria. Então, aí que tá. Boa escolha, viu? Se fosse... Na, ez, amit nagyon szeretek itt ebben az országban, hogy persze iszonyatosan sok konfliktus van, és nagyon-nagyon sok feszültség, és nagyon sok különbségek, és ezzel muszáj valahogy bánni, és persze sokszor erőszak a vége, és sok baj van, de hogy itt annyira, most ne arra, hogy Európában nem akarom mondani, hogy feltétlenül Magyarországon, ha egy ilyet csinálunk. Már kaptam volna egy csekket régen. Hát nem csak az, hogy kaptunk volna egy csekket régen, de azért nem lettek volna ennyire kedvesek velük. Persze nem tudom, hogy most azért ilyen kedvesek velünk, mert hallotta, hogy külföldiek vagyunk, de szerintem ő egyébként nem is ilyen kedves. Háromszor bocsánatot kért, hogy szólt. Na, ez viszont én is elég sokat kellett tanulniam, és még mindig tanulom, hogy nem feltétlenül üvölteni le az ember fejét. Mindenhol, ahol szolgáltatás történik, iszonytató kedvesek az emberrel, és ezt mondjuk az otthoni környezetben nem nagyon tapasztalom. Meg nem otthon Fábio, ide látom.
Kicsikivel? Aha! Nem, hogy ki, hogy ki? Kiszúrom az emberem. Arról kezdtünk el beszélni, hogy mi jobb itt és mi jobb ott. Igen, erről kezdtünk el beszélni. Erről, ugye? Amikor megjelent az őrünk. Nem őrünk, egy rendkívül... Őrünk! Á, őrünk, egy rendkívül kedves őr. Őrünk, ami rendkívül őrünk. Kedves, rendkívül lágy, udvarias. Hangú, udvarias. Szóval, na, otthon ilyen udvariasságot azért nem nagyon lehet tapasztalni. Hát igen, ez ebből a szempontból ugye egy plusz pontot írhatunk Brazília javára. Szerintem ez annyira fontos, valahogy én akárhányszor így mondjuk így a reptér, nekem az, hogy már európai kontinensre lépek, és már így a reptéren így látom, hogy annyival zárkózottabbak. Persze, ez nem zárkózottabbak, feszültebbek. Nem lehet általánosítani miatt. Itt is, mindenek megvan a maga oka, csak így szerintem máshol vannak hangsúlyok, meg máshol van az, hogy mi az, amiért igazán panaszkodunk, mi az, amiért igazán érdemes vitatkozni, mi az, amiért igazán érdemes veszekedni. Igen, mi is még csak tanuljuk ezt. Így tanuljuk mi is elég határozottan. Tanítanak, hálásak vagyunk érte. Na, mi? Időjárás, mondtam, igen, hogy időjárás ezt imádom, azt szeretem, hogy reggel felé lesz, és annyi madárcsi cselek, de az mindegy, hogy télen, nyáron, ősszel, tavasszal. De olyan, a beton rengeteg közepén is. Beton rengeteg közepén, rengeteg, akkora élet van és élő világ, hogy minden nap rácsodálkozok a természetre, aha. Mert a természet az mai napig hiába, itt ilyen beton dzsungel van körülöttünk, az valahogy körülöttünk van az is. De teljesen, mert egyébként most én karneválkor, a belvárosban néztem, hogy akkora hatalmas, gyönyörű nagy fák vannak a belvárosban, hogy érted, mondjuk egy légifelvételből csak a betont látod, de egyébként így az utak... Tele van zöld. Ilyen hatalmas, ahogy a Petra mondta, ilyen brokkolik, érted? Igen, tehát amiben szeretem őket, hogy ez a visszaüntető életkedv és vidámság, ami rájuk jellemző. Életszeretet, nem? Életszeretet, és nem, nincs az a türelmetlenség, nincs az a feszültség, nincs az a türelmetlen hozzáállás. Persze attól függ, hogy hol vagyunk, meg milyen közeg, meg milyen társadalmi közeg, meg milyen életforma. Tudnak itt is bunkók lenni, de máshogy bunkók, mint otthon. Mióta itt vagyok, nyugodtabb vagyok. Jobban szerettem a pici dolgokat élvezni, mint ez előtte. teljesen nekem is. Akármennyire is rutinná vált a brazil életem minden nap. Szerinted mennyi idő után vált neked rutinná? Egy év után? Hát a mindennapi ugye dolgok, mert azért elején annyi mindenre rácsodálkoztam, de természetessé vált a ezeknek a tapasztalatoknak a jelenléte. Aha. És már nem dobogtatja meg annyira a szívem, mint előtte, meg nem mosolyodok el annyira, mint előtte. Hogyha valaki São Paulo-ra gondol, meg Brazilokra, hát milyen őrült mód vezethet meg, mert ilyen 6-sávos, 8-sávos utak. Én életemben nem tudtam ilyen jól vezetni, mint itt. Aha, jól vezetnek szerintem. Jól vezetnek, ugye itt nem megy a forgalom, hanem hömpölyög, és az, hogyha én 100 méteren belül 6 sávot kell jobbra és balra váltanom, figyelnek meg tudom tenni. Szerintem itt az van egyszerűen, hogy inkább egy kicsit ez az itteni konfliktus kerülés. Az jó is, meg rossz is a konfliktus kerülés. Mindenképpen rossz, hogy a konfliktus kerülésből adódik, hogy iszonyatosan sok fals információt kapsz. A tájékoztatásképpen nem, egész egyszerűen nem tudják bevallani azt, hogy egy információra nem tudják a választ, hanem inkább hülyeséget mond. Hát és igen. Ez nem egyszer fordult elő, hogy baromságokat mondanak, például az, hogy hol a legközelebbi metró megálló, ami mondjuk 200 méteres sugarú körbe megtalálható, és itt szemedbe hazudja, hogy itt nem jár metró. Szóval mondom, de hát itt látom a telefonon, hogy itt van a metró megálló. Na és mi az, ami szerinted, ami hiányzik otthonról? Biztonság. Biztonság. Az árak. Az árak. A biztonság, az árak, a család. A család az nagyon hiányzik, a barátok nagyon hiányoznak. A szabadságnak az érzése, mert itt azért ezért mindig háromszor meggondolod, és nagyon elővigyázatosnak kell lenni mindenféle helyzetben, mert ez sajnos egy borzasztóan veszélyes környezet, amiben élünk. És az embernek már megtanultam, hogy már hátul is szeme van, csak azért, hogy védje magát, meg védje, aki mellette van. Mindenkivel előfordult már szerintem rablás. Téged is raboltak már ki, engem is raboltak már ki. Ez egy európai környezetben elképzelhetetlen.
embernek vigyáznia kell, meg valahol igen, ez sajnos benne van a pakliban. Hát benne, ezzel együtt élünk, meg megtanultuk ezt szerintem kezelni. De nem tudom, hogy hogy lesz tovább tűn, de én ezt az országot őszintén nagyon szeretem. Vannak olyanok, akik nem nagyon szeretik a... nem szeretnek itt élni, mert nem tudták ezt a latin környezetet megszokni. Így van. Én nem sorolnám őket latin környezetben, ők brazilok. Nem latinok, ők nekem brazilok, mert én tudom, mi a latin, mert én éltem Latin Amerikában, de valahogy a viselkedésüket nem lehet egy kalap alá hozni. És akkor mondd nekem, hogy te miben vagy már brazilabb, és miben vagy még mindig magyar nagyon szerinted? Problémakezelésben azt hiszem brazilabb vagyok. Ami meg magyar, az minden, amit otthonról hoztam. Én magyarként élek, magyarként fogok meghalni. Ez belőlem senki nem fogja kitörölni. Azt, amit én otthonról hoztam, a családomtól, a környezetemtől. Én nagyon szerettem a származásomat, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá.